Üdvözletem, Horváth Imre vagyok újból az excelbázis.hu aktuális videójával, amelyik azt fogja megmutatni, hogy hogyan tudunk úgy részösszegzéseket végezni egy táblázatban, hogy az jól működjön, azaz, hogyha szűrünk vagy sorokat rejtünk ebből, akkor amiket kiszűrtünk, azaz nem láthatóak, azok ne vegyenek részt a műveletben. Látható itt egy mintatáblázat, egy nagyon picike, amelyet úgy készítettem elő, hogy ebben a táblázatban összevontam ezeket a sorokat, ahol a pöttyök látszódnak, és becsoportosítottam, azaz el tudom rejteni ezeket a sorokat erre a mínuszjelre kattintva, és hogyha pedig újra megnyomom, akkor pedig kinyitja őket, az elrejtést fogja majd egy kicsit modellezni nekünk. Ezen kívül pedig azt csináltam még, hogy az utolsó sorban csináltam egy összegsort, amely mutatja az aktuálisan látható soroknak az összesennyét. Itt a fönt is megcsináltam az összegzéseket, még pedig oly módon, hogy a tetején a fizetést szummával, rendes szum függvényel, és itt pedig rendes darab 2 függvényel, tehát itt a szum, itt van a darab 2, összesítettem. A többit pedig a részösszeg függvényel, amelyet most fogok majd bemutatni. A részösszeg függvény az úgy működik, hogyha egy pillanatra rámegyünk ide, hogy 2 darab argumentuma van. A 2 darab argumentum közül az első argumentum az egy szám, amely megmondja, hogy milyen függvényel kell az összesítést csinálni. Ez azt jelenti, hogy nem csak szummázni, nem átlagolni vagy megszámálni is lehet vele. És a második argumentum pedig, hogy mi az a tartomány, amelyiken ezt az összesítést meg kell csinálni. Érdekes módon kétfajta paraméter lehet itt a függvény számnál, még pedig oly módon, hogy sima vagy pedig százassal kezdődő módon. Előkészítettem az Excelnek a sugóját a tekintetben. Azt jelenti, hogy ha az első argumentuma a részösszeg függvénynek így néz ki, 1-től 11-ig, vagy pedig így néz ki, a kettő között az a különbség, hogy amikor simán megyünk, akkor a kézzel, vagy pedig ezzel elrejtett sorokat is bele fogja számolni a részösszegzésbe, hogyha pedig százassal kezdődő függvény számokat használunk, akkor pedig nem fogja beleszámítani. Abban az esetben, hogyha csak sima szűréseket végzünk, és most jön a bemutató része, hogyha én most leszűröm például ezt nemre, mondjuk mit tudom én, csak a nőkre, akkor azt fogom látni, hogy a szumma és a darab 2 ebben a 2 cellában nem változott, azaz mind a 2 ugyanaz maradt, mint eddig, tehát az elrejtett sorok beleszámítanak az összegbe. Nyilván ezt általában nem szeretnénk egy ilyen esetben. Hogyha a részösszeget a sima, illetve a százzal kezdődő paraméterekkel nézzük, az viszont egyforma eredményt adtak, tehát látható a sima szűrésnél mind a 2 ugyanúgy viselkedik. Jó, most megszüntettem a szűrést, és azt mondom, hogy rendben van, akkor nézzük meg, hogy mi lesz a különbség akkor, amikor csak elrejtek sorokat, így, és akkor már látható, hogy a sima függvényszámokkal ugyanazt mutatja a részösszeg, mint a sima szumma meg a darab 2-t, az elrejtett sorokat is bele számolja a szumma, viszont a részösszegnek az, amikor 109-el kezdődik, vagy pedig 103-mal a függvénynek a száma, ott viszont csak a látható sorokat veszi éppenséggel figyelembe. Úgyhogy így működik. És még egy utolsót mondanék igazából, hogy amikor egy összegsort akarunk egy táblázatban csinálni, akkor én nem tartom túl jó ötletnek, hogy a legaljára teszik az összegsort csak akkor, hogyha az picike ez a táblázat, és mondjuk benne van a képernyőben éppenséggel, akkor rendben van. De én azt javasolnám, hogy az összegsorokat azt a táblázat fölé érdemes tenni, mert akkor nem fog függeni a táblázatnak a méretétől. Hozzáteszem, hogy még azt is megtenném persze, hogy táblázattal alakítom, és akkor úgy tudok hivatkozni ezekben a címekben, hogy nem cím szerint, hanem név szerint, illetve struktúrát hivatkozással. Ez egy másik történet, de bízunk benne, hogy ez megvan nektek, vagy ha nem, akkor keresétek meg az Excel bázison a táblázatokkal kapcsolatos anyagot, illetve videót. Hát remélem érthető nagyjából, mit szerettem volna mutatni, sok sikert hozzá!